Több ezren tiltakoznak az interneten a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre gyakorló gimnázium nevének megváltoztatása ellen. A volt diákok és több pedagógus szerint a név összeforrt az intézmény hagyományaival, közintézmény azonban nem viselheti olyan személy nevét, aki vezető szerepet játszott valamelyik 20. századi önkényuralmi politikai rendszerben. Az illegális kommunista mozgalom tagja 1944-ben halt meg tűzpárbajban, miután lelőtt egy csendőrt Budakeszin. Az előállításánál résztvevő egyik nyomozót 1959-ben halálra ítélték és kivégezték. A hatalomnak mindig bizonyítani kell, hogy mi alattvalók vagyunk. Hogy azt csinálnak, amit akarnak. A Ságvári Gimnázium egyik tanára szerint az iskola névváltoztatásánál figyelembe kellene venni az ott dolgozók, tanulók, szüleik és a fenntartó véleményét is, nem pedig felső utasításra cselekedni. Ha egy szülői munkaközösség, egy diák közösség, egy tanári közösségnek gondja van a névvel, akkor elmondja a véleményet minden egyes fórum, tehát megkérdezi a szülőket, megkérdezi a gyerekeket, amilyen elég nagy tantestet, és ott közös álláspontot hoz, majd megkéri az egyetemet, mert ők a kenyéradó gazdáink, hogy járjon el. Az egyetem eljár, és megtörténik, nincs Herce utca, tehát akkor nincs vitatkozás, nincs, hanem van egy korrekt konszenzus. Most miután felülről nyúltak bele, most is konszenzus van, csak nem az, amit várt a hatalom. A névváltoztatás ellen már közel 8000-en tiltakoznak, köztük rengeteg volt diák is. Személy szerint a 12 év alatt, amit itt töltöttem, egyszer sem merült fel az, hogy ki volt Ságvári Endre, de hogyha már meg szeretnék változtatni a nevét, akkor talán kezdeményezzenek egy vitát az itt tanulókkal, és akkor vitassuk meg magát a történelmet is, hogy ez hogy történt pontosan. Solymosi Frigyes professzor szerint a közbeszédben mindenki által csak Ságvárinak ismert gimnázium nevét felesleges megváltoztatni. Névváltozás azzal is jár, hogy tulajdonképpen ez a gimnázium megszűnik, eltűnik. Tehát ők nagyon-nagyon szeretnék, és teljesen megértem őket, hogy politikai hitvallástól függetlenül ők nagyon-nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő gimnáziumok megmaradjon. Ez egy kiváló gimnázium volt, kiváló tanárok oktattak és oktatnak is benne, és tulajdonképpen én úgy érzem, hogy ennek a névnek a megváltoztatása az nem biztos, hogy hasznos és kívánatos lenne. Annyi mindent tudunk ebbe csinálni az országban. Úgyhogy éppen a gimnázium nevének a megváltoztatása nem minném, hogy ez egy helyes politikai ténykedés lenne. Egyetértek Rétvári Bence államtitkár úrral. A szegedi KDNP elnöke támogatja Rétvári Bence államtitkárt, aki Ságvári Endre történelmi szerepével magyarázza a névváltoztatást. Ságvári, mint márkavédjegy, az iskola szellemisége iránti érzelmi azonosulásról van szó, ami teljesen érthető, azonban ez nem azonosság Várj Endrével, a partizánnal. Biztos vagyok abban, hogy a fenntartó minden véleményt meghallgatva bölcs döntést fog hozni a névváltoztatás kérdésében. 2014 eleje óta a közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be. A Magyar Tudományos Akadémia Ságvárit a nem javasolt kategóriába sorolta, mert neve a kommunista áldozatvállalási jelképe lett. Ságvári 1940-ben lett tagja a kommunisták magyarországi pártjának. 1944-ben 3 csendőrt meglőtt, egy közülük meg is halt. A lövöldözésben ő maga is halálos sebet kapott.